Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban ismételten SmackDown vs. Raw 2007-es season módot fogjuk folytatni, be is megyünk az öltözőnkben, amiben csináltam egy-két változtatást, mindjárt látni is fogjátok, amint Kane bácsi eltűnik, és itt is van. Hát azért látjátok, hogy azért felpimpeltem a kéglit, érted? Érted? Meg ugye történt egy incidens, mi alapján letöröltem véletlenül ezt a programot, és ezáltal a mentés is törlődött, ezért újra megalkottam magamat, és egy kicsikét más a movesettem, maradjunk annyiban. Illetve az overallom 42-es, nem tudom, azt hiszem az előző videóban 41-esre pimpeltük fel. De mindegy, az a lényeg, hogy desk, és ott hagytuk abba, hogy ők mérgesek voltak. Ja nem, itt még nem. Hol hagytuk abba? Várjál. De nyomtam a handicap mérkőzés Big Show-val. Yes. Ugye úgy, hogy Daivari volt ugye a társam, és nem segítettem neki. Ugye, amikor a Big Show pedig meg fölkelt, no sellet és izé. Ja igen, és akkor, aha, tehát most vagyunk ott, ahol abba hagytuk. Jó. Értek én mindent is. Daivari meg is sérült. Jó, hát ez szuper jó hír számunkra, mondhatom. Igazából ez annyira engem nem nagyon izgat, hanem engem sokkal inkább az izgat, hogy miért easy a difficulty, normálon legyen már, rájön már meg. És akkor a Begin Week. Yes. Menjünk az eventre. Gyerünk a Monday Night Raw. Chavo and Carlito és most már hárman vagyunk, one on three type of mérkőzés, úgyhogy menjünk is bele, megpróbáljuk azt fenntartani, hogy mindig két ilyen showt fogunk tudni lejátszni, mert most a 42-es vagyok, azért most csak gyorsabban tudom kivégezni a Big Show-t. Igen, nincsen transzene, ezt egy skippelem akkor inkább. Mert ezért sem menjen az idő, csak a saját entranszomat fogjuk nyilván megnézni. Vagy ez most a Big Show entransza lesz, vagy ez a csávó-é, vagy most from El Paso, Texas, weighing 200... Befostam. Jó van akkor. Na és akkor most jövök én, ugye? Igen, nekem van ez a Randy Orton-os izé beállítva. From parts unknown. Igen. Tank. Ezt sikerül beállítani. Na mindegy, menjen. Menjen. Egyébként azért vettem be az entrance zenéket, mert copyrightosak voltak. Úgyhogy inkább nem kísérletetek ezzel. Ilyen a Big Show. Igen, és akkor most szétverjük a Big Show-t. Ez fog történni. Mint ahogy múltkor, ugye? Ez az. Advanced tip, hagyjál már. Ja, hogy így? Az üssed? Ott van. Kicsit hangos lenne egy picit a játék, én úgy érzékelem. Jó, most már csak nem lesz olyan hangos. Ott van. Ne, csávó! Ez baj. Jaj, akkor meg a referee. Ne! Én mindenkit ölök, csak azt, akit kéne. Azaz. Na, lett mi? Valaki állítsa föl. Jó, ez az. Nem olyan jó vagy, csávó Guerrero. Tep. Nem teppelt. És ott a T-ball suplex. Jó napot kívánok, menj tussa. Ez kirúgott még egy ner se. Azaz, van meg Carlito. A nagyon jó, hagytok. Bá! Ez az. Ez az, mindjárt teppel. Jaj, de nem téged akart labot, ezer bocs.
Ajaj, Carlito, szép, nagyon jó, megyek is a tussa. Egy, kettő, mi az, hogy kirúgott? Ez az, akkor teppelj, show. Show is gonna tap, nem. T-bone, suplay. Add már be a finisheredet, csávó! Vagy Carlito, vagy mi vagy már? Na, már van finisherem, álljon már fönn! Na, már vérzik is! Számoljál már! Végre! Ott van! Ez az! De mi? Hát segítsek már neki! Azaz meneküljek, mert inkább menekülök. Jó, jó, jó tettem, hogy elmenekültem. Jó, nagyon jól tettem, hogy elmenekültem egyébként. Igen. Hoppá, mennyi cash-em van, meg mennyi XP-m. Na várj, ezt el is költöm az egészet, figyeld. Figyelje. Bam. Karizma is fontos, de a stamina a legeslegfontosabb. Meg a... Nem ez, nem erre akar... A durability. Ez az. 46-os overall. Az ott van, gyerekek. Az már izé. Az már igen, azt kell mondanom. De még szerintem egy darab hét még belefér. Hamarosan már valami nagyobb gálának kéne jönnie szerintem, mert ez már a negyedik volt, azt hiszem. Bögin Week. Martin Kane versus the Big Show. Hát szétrakom a Big Show-t amúgy. Ezt még ezt rájátszok, ezt utána megyünk haza. Futásba. Mi van? Tehát az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Még mielőtt bárki is kérdezné, hogy mi a lényeg, hát ez. Igen. Nem érek rá egész nap erre. Az a Steel Cage. Steel Cage, eszki. Aha. Jó van akkor. Ki is futok egyből. Hopp! Andreg! Mi van, show? Ennyit tudsz? Ennyit tudsz? Nem hallom, ennyit tudsz? Ajaj! Ennyi? Mi van, show? Ez az! Az! Mi van? Jó napokat kívánok! Áó! Ja, jó van akkor! Ennyi! Öld meg? Köszönöm! Ajaj! Jaj, ebből tegy egy buffel? Na, az én mondom. Az én mondom, Big Show! Suicide-o! Ez az! Be is toroljuk, jó napokat kívánok! Mi van? Ajaj, a baj. De én egyben sárga vagyok! Durability-re kell még rakni, az biztos. Azt hiszem az tudja, hogy izé, hogy jobban álljam ezeket a dolgokat. Miért kezdtem el tanultolni? Jó! Jó! Mit lépsz? Au! Gyerünk, nyomod, nem akarom, hogy én hallasz, hogy jön a videóba az, hogy hogyan smash-elem szét a izét, a kontrollert, hogy inkább izé. Így vagyok. Ezzel most. Azaz. De nem jó. Hát akkor most mire volt jó az, hogy hálítottam, hogy semmit nem értem el vele. Azaz. Gyűjtsünk egy kis... Hó!
egy kis staminát. Hoppá, Spear! Out of the nowhere! És nem mentem tussra, érted, hanem elkezdtem folytani a Big Show-t. Jó, escape, escape! Escape minigame! Az baj mondjuk. Az mondjuk nagyon nagy baj. Big Show átbagolt. Ez az... Eye poke. Szá! Ez. Ez baj. De mászik a Big Show! Keljek már föl! Keljek föl! Haló? Felkelhetnék. Kész vége? Ennyi volt, ettől már le is mászott a Big Show. Mekkora szar ez? Semmi első Steel Cage mérkőzésem volt, úgyhogy ez nem gond, ha veszítettem. Mi a nyú? Magazin? Ja, most mennyi ez a magazin? Ez mit tud? Ez mi ez? A Raw magazin. Jó van, akkor. Ez annyira nem izgat. De azt írja, hogy van ott valami. Mi van? Reed? Meg gondolom megtámadták a Big Show-t ugye a mérkőzés után, csak elnyomtam, mert hát ugye már vártam. Ideges. Azt mondja, hogy semmi gond, még szinte tudunk egyetik pont izé upgrade-ölni. Azt mondja, hogy stamina. Nem, inkább a durability-re. 300 különbsz. 320. Ez 200 a speedhez. Na zsa. Már 47-es vagyok, nem 46-os, ez sokkal jobb amúgy. Cleaning up row. What does it mean? Bocsi, Vágó Márton itt van. Rájöttem, hogy ez a cleaning up row, hogy ez amúgy úgy működik, hogy ugye ez ilyen sztorikra van bontva, és ugye akkor az első sztorit a Big Show ellen azt elvesztettük, mert ugye Steel Cage meccsben kikaptunk ellene. És azért nyílt meg a magazin, mert hogy ugye az az első sztorinak a vége volt, és abba volt leírva a dolog. És ugye akkor most ez elmetlen már egy másik sztori lesz, ami a főhősünk számára érdekes lehet. Ennyit akartam, köszi, hello! Ó, itt van a Mester Krisztián a töltőképernyőn. Ugye Chris Masters. Akinek nem lenne egyértelmű. Candace. Hi. Ezt nem kommentálom. Várj, ez kicsit erős volt. Várjál. Ez egy enyhén erős volt ez. Én vagyok Candace. Ez még when you win this match you will able to earn. Nem kell nekem a cash. De most mi van? Ez volt az én season-em, vagy mi van? Lehet tudni. Nem, jó, oké. Oké, még én vagy. Azt hittem már valami más van. Jó, hát, maradjunk annyiban. Hogy ez kicsikét érdekes storyline.
Szerintem én ezt nem szükséges ezt most folytatni. Szerintem itt hagyjuk abba ezt a harmadik részét, én azt ajánlom. De hát, hogy aki tud egy kicsit angolul, az érti, hogy mi történik, de ezt nem akarom nagyon kommentálni. Szóval, hát nem tudom. Úristen. Na várj, azért le kéne menteni ezt a dolgot. Hát hú, ez érdekes. Maradjunk annyiban, hogy ez érdekes. Lementjük minden esetre a dolgokat. Reméljük, hogy minden jó lesz. Köszönöm szépen nektek pedig a figyelmet. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A leírásban ott van a Discord szerveren a linkje, hogyha nem akartok lemaradni a tartalmak, a legújabb tartalmakról, akkor mindenképpen gyertek fel oda, és akkor biztosan értesülni fogtok. De emellett még szavazásokról is fogtok tudni ott értesülni, valamint a kérdéseiteket feltettitek a kérdések chat szobában. Szóval még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, hello!